Ez egy ilyen külső jeladó, mely odakint van abban a hőmérőháza benne, és ez szolgáltatja nekem az adatokat odabentre az időjárás állomásra. Baranyai Rihárd püspökladányi fiatalember a saját maga által készített hőmérőházból vette ki azt a műszert, amely folyamatosan méri a hőmérsékletet és a páratartalmat. A szenzor ezután a lakásban lévő időjárás állomásnak továbbítja az adatokat, így tudja Rihárd leolvasni, feljegyezni és az interneten továbbítani a legfrissebb információkat. A 20 éves fiatalembernek az időjárás megfigyelése a hobbija. Ez az úgynevezett időjárás állomás, mely mutatja az idebenti hőmérsékletet, az idebenti páratartalmat. Itt mutatja a benti hőmérsékletet, itt mellette a páratartalmat, a kint hőmérséklet, ami most 34,1 fok, ő persze ez árnyékban mérendő, és odakint most 34%-os a páratartalom. És mint láthatjuk, derült égboltot mutat. Az időjárás már egészen kicsi gyermekként felkeltette Ricsi érdeklődését. Elsőként a felhőfajtákat, majd a légköri jelenségek kialakulását tanulmányozta. Mikor kicsi voltam, akkor mindig féltem még a villámoktól, és akkor rá akartam jönni, hogy mitől is van ez. És akkor szorosabban elkezdtem el foglalkozni, megtudtam, hogy miért vannak a villámok, aztán egy jobban érdekelt a légkör, a felhők, aztán rászántam magam, hogy megtanulgatom ezeket a dolgokat. Például nyáron ilyen gomoly felhők vannak, amik ha összeállnak, akkor erős zivatar cellává tudnak fejlődni. Ilyenek várhatóak majd holnap, amiből akár régeső 100 km per órás szél is várható. És nagy mennyiségű csapadék. Először csupán a felhőket nézegette, fényképezgette, mint egy 4-5 évvel ezelőtt azonban Ricsi úgy határozott, hogy komolyabban veszi ezt az érdeklődési kört. Az interneten vásárolt egy csapadékmérőt, valamint egy időjárás állomást, és ehhez fából készített egy hőmérőházat. Ezekkel a műszerekkel pedig már a hőmérsékletet, a páratartalmat és a csapadék mennyiséget is tudja mérni. Valamikor feljegyzem őket, és ki tudom számítani mondjuk a napi középhőmérsékletet, akkor minden hónap összesítem ezeket az adatokat, meg tudom, hogy egy hónapban milyen, hány nap volt csapadékos, melyik nap volt a legmelegebb, melyik a leghidegebb, ilyeneket szoktam, meg hány nap volt téli mondjuk nyáron, mekkora volt a legmagasabb, összesíteni szoktam, amikor éves összesítést készítek, valamikor havi összesítést. A műszerek által mutatott adatokat Ricsi rendszeresen lejegyzi, néhány internetes oldalon pedig továbbítja azokat. Emellett felhőket, egyéb légköri jelenségeket, valamint tájképeket szeret fényképezni. Családja pedig támogatja a hobbiját, hiszen ők is örülnek, amikor a Ricsi által készített képek megjelennek egy-egy nagyobb televízió csatorna képernyőjén. Ők minden mellettem állnak meg, örülnek, mikor mondjuk mostanában volt, hogy a képemet betették a TV2-n, a TV2 meg az Időkép most kötött egy szerződést egymással, és minden nap a TV2 után az időjárás jelentésben képeket szoktak mutatni, és voltunk az én képem is benne volt már. Meg a nyáron volt, tavaly nyáron, amikor készítettem egy videót, feltöltöttem YouTube-ra, és azt a TV2 látta, mint az özönvíz, mikor volt itt. Azt nem tudtam, hogy ennyire sok eső lesz, de hogy vihar lesz, és hogy nagy, azt tudtam. De hogy ilyen sok eső lesz, azt nem tudtam én sem megmondani. Mert az a baj az ilyen zivatarcellákkal, hogy hirtelen is össze tudnak állni, nagyon hirtelen. És nagyon hirtelen szét is tudnak menni. Szóval püspökleányon kaptak a legtöbb esőt. És a környéken nem volt ekkora nagy víz, mint nálunk. 2010 és 2011 nyarán is özönvízszerű eső hullott városunkra, azt azonban, hogy idén várható-e hasonló esemény, még nem lehet tudni. A várható időjárást Ricsi szerint egy-két nappal lehet pontosan előre jelezni, a többi csak jóslás. Megfigyelése természetesen a népi időjóslásokra is kiterjed, hiszen úgy gondolja, hogy elődeink nem véletlenül találták ki azokat. Van bennük igazság, én azt mondom, mert bármikor látom a népi jóslást valamelyik napra, akkor úgy meg szoktam nézni, hogy mit írnak, és akkor úgy általában beszokott ez válni. Nem véletlenül népi jóslás, én azt mondom.
Az egyik legismertebb időjárás előrejelző internetes honlapon már másfél éve folyamatos észlelőként van regisztrálva Ricsi, körülbelül fél óránként tölti fel a legfrissebb adatokat. Itt meg tudja adni az égképet, a hőmérsékletet, a páratartalmat és megjegyzéseket is ír hozzá. Fél óránként szoktam észlelni, mert fél óra a megengedett észlelés. És most is küldök egyet, odakint közepesen felhőségbolt van, a meteorológiai állomás 33,9 fokot mutat, és 33% a páratartalom. Most beküldtem az időképnek, és 5 perc múlva a hőtérképen meg fog jelenni az én általam beküldött adat. Mely majd ezen a részen fog látható lenni. Egy fél órával ezelőtt még 33,4 fokot mutatott, most már 39 fok, vagy 34 fokon odakint. Az időkép pedig majd közepesen felhős ikont fog mutatni. Ezen az oldalon szoktam töltögetni fel az adatokat. Szokott lenni ilyen percről percre, és ami azt jelenti, hogy viharok idején ilyen híreket szoktak kiírogatni, és valamikor több képemet is kitették már, meg videómat is. Itt is van a cikk. Ez tavaly július 30-án volt, ezt a képet küldtem be, mikor egy éjszaka alatt kb. 100 mm csapadék esett le. És beküldtem az időképnek még egy videót is. Ez is reggel készült, és ezt is tettem fel. Az alatt a néhány év alatt, amióta gyűjti a hőmérsékleti adatokat, a leghidegebb nap idén február 14-én volt, -18,3 fok volt ekkor, a legmelegebb nap pedig 39,2 fok volt a tavalyi nyáron. A legmelegebb most Pásztón, ott 35 fok van. Egyébként az országban, az ország nagy részén 30 fok felett van, csak a hegyekben van most hűvösebb. Úgy látszik, hogy egyre több helyen pattanak a zivatarok. Az elmúlt 2 percben újabb 2 helyen jelentették be, hogy zivatar van. Ricsi szerint egyre szélsőségesebb az időjárás hazánkban, és ez azt is eredményezheti, hogy több tornádó alakul ki a jövőben. Városunkban körülbelül 2 évvel ezelőtt egy tubát észleltek, ami akár tornádóvá is alakulhatott volna, persze csak kisebb méretben. Meg is van, püspökladány. Erre a képre is emlékszem. Pont kint voltunk focizni. Egy felhő töltsérnyúlvány, amely nem ért le a földre. Ha leér a földre, akkor már tornádóvá alakul. Ez heves összeáramlás következetteképpen jön létre. Ott jártunkkor éppen látványos gomoly felhők gyülekeztek az égen, amit Ricsi az erkéről tanulmányozott. Azt figyelte, hogy vannak-e csapadéksávok a felhők alatt. Úgy láttam, hogy minden fel olyan szépen összeálltak a gomoly felhők, hogy akár be is dőlhet, nem is olyan sokára. Úgy látom, hogy Nádudvar fele már elég szépen üllősödik a felhő. És főleg ez itt, amelyik itt van arrafele, az nagyon szép felhő. És szépen össze van állva az egész. Bár egy kicsi morajlás hallatszott, aznap nem dör rendbe a zivatar cella. A leesett eső mennyiségét az udvaron felállított csapadék mérővel tudja megmérni Ricsi. A maximumot 2010. augusztus 16-án mérte, amikor 2 óra alatt 115 mm eső esett, tavaly augusztusban pedig 100 mm-t mért. Na itt van a csapadékmérő, ami 30 mm-ig be van skálázva, és ezzel szoktam mérni a csapadékot. És mindig, mikor az eső esik, akkor mindig leszoktam olvasni, és ezt is be tudom küldeni az időképnek, hogy hány milliméter eső esett. Az ürítése pedig minden csapadék, ha esik az eső után, eláll, utána ki szoktam mindig üríteni. Szóval az ürítés az így működik. Ha olyan sok eső, hogy véletlenül megtelne, akkor pedig feljegyzem, hogy mennyi volt benne, és utána hozzáírom a többihez.
Másnap természetesen elerett az eső, és vége lett a meleg rekordok sorozatának. Ricsi a jövőben szeretné bővíteni az eszközeinek sorát, szeretné lecserélni a hőmérőházat, valamint UV-sugárzás mérőt és légnyomás mérőt szeretne vásárolni. Jelenleg a Karacs Ferenc gimnáziumban 5-6 éven rendszergazda és szoftverüzemeltető szakon tanul, és további tanulmányait a meteorológia irányában szeretné folytatni. Már utána is nézett, hogy Budapesten léteznek 5 éves meteorológus vagy időjárás előrejelző képzések, addig is az előrejelzéseit az interneten, valamint a Ladány Televízió képújságában is nyomon követhetik.